Azt gondolom, hogy egy pillanatra most itt meg kell állnunk. Át kell gondolnunk a tevékenységünket, át kell gondolnunk az életünket. Nem látom a magyarok a világ 8000-esein folytatásának a kulcsát per pillanat. Semmiképpen nem szerettük volna, és nem is szeretnénk egy gyásznapot tartani per pillanat itt most, hanem egy tájékoztató napot. Ettől függetlenül azért köszöntjük Edith asszony Zsolt édesanyját, akinek a díszletet köszönhetjük. Nem tiltasz el az attól, hogy én kitűzzem a Zsolt képét oda most, mert így jöttél nekem most reggel, ugye, hogy azt onnan levenni gyorsan a Zsolt képét. Miért nem lehet egy kicsit kollegialitással, ha pár szeretet nincs is bennünk? Hát miért tegyük, hát szeretet nélkül nem lehet élni, könyörgöm. A kollár kivel szervezte azt, hogy mit kell vinni erre az expedícióra, és mit nem? Miért hiányozott az oxigén? A sürgősségi, az a pici palack, amit élethalál kérdésében ott kellett volna legyen egy. A másik, miért nem vitték azt az alpinista zsinort, amit ki kellett húzni, azt csak a spanyolok is nehezményezték. Nincsenek zsinórok. Semmiféle zsinór nincsen, ami ilyenkor elégtételt okozna, illetve megmutatná azt, hogy ki hol van, pláne, hogyha valaki egyedül van egy bizonyos területen. Az oxigén palackról azt tudom mondani, csak mi nem használunk, soha nem használtunk oxigén palackot, még egészségügyi okból sem, mert abban biztos, hogy beleszipukázik valaki. Arra lett volna oka és joga, hogy visszaforduljon, arra lett volna szintén oka és joga, de nem volt, hogy a csúcsmászást elhalasztják. Semmiféle olyan jel nem volt, ami arra engedett következtetni, hogy ebből bármilyen probléma lehet. Mondom, a mai napig is állunk emellett a gond mellett. Ez olyan pontosan, mint Hadvas Bélának a Láthatatlan Történet című könyve. Nem láttunk semmit, azt állítasz, amit akarsz. Egyáltalán nem is ez a lényeg, mert azt is mondtad, azt is tudjuk, hogy amikor Zsolt kérte a segítséget, és azt mondta, hogy pulzusom felment, és nem látok meg ilyesmi, azt mondtad, Zsolti, tudod, hogy ez mit jelent? Hát akkor ez volt a biztatás, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ennél erőt, energiát kapjon, vagy valami olyasmit mondani, és ne az, hogy tudod, hogy ez mit jelent. És nem volt addig segítség, ameddig mind a kettőnek nem volt már rádió, telefon. Ez jön ki mindenhol, hogy hősi halál csak egyedül a kis Péter halt. Az egészen azt haltak, és még mi is hősök vagyunk, anyák, akik ezt ki tudjuk bírni, ezt a rettenetes fájdalmat, ezt csak úgy tudjuk kibírni, hogy a szívünkben van halál, nincsen, örök életünk van, nincs halál, mindig itt vannak és beszélgetünk velük, itt vannak a szívünkben. Köszönöm. Így van, itt vannak a szívünkben, és lesznek is még további kérdések.